Karancsi István és Mészáros Lőrinc cégeinek, Matolcsy György rokonságának és a vs.hu-t, illetve az Origót kiadó Kft.-nek is jutott a Nemzeti Bank alapítványi pénzeiből. A költések dokumentációját tegnap este hozták nyilvánosságra. Az ellenzéki pártok szerint tarthatatlan a jegybanki gyakorlat. A DK és az Együtt ezért feljelentést tesz hűtlen kezelés miatt. A fideszes Németh Szilárd szerint azonban az alapítványi költségvetés a közjót szolgálja. Hosszú húzavona után végül az Alkotmánybíróság döntése miatt tették közzé költéseiket a Nemzeti Bank alapítványai. A dokumentumokból kiderül, hogy majdnem 650 millió forinttal támogatták például a vs.hu-t és az Origót kiadó New Wave Production Kft.-t, a cég Matolcsy György unokatestvéréjé. A lista szerint jól járt egy másik Kft. Is, amelytől mind a hat alapítvány megrendelte ugyanazt az elemzést, egyenként havi 750 ezer forintért. Ez a cég is a jegybankelnök egyik rokonához köthető. Garancsi István és Mészáros Lőrinc cégeit többször is ellátták munkával az alapítványok, a jegybankelnök sikereit bemutató könyv fordítására pedig 40 millió forintot költöttek. Tóbiás József szerint világosan látszik, hogy az alapítványok csak a forintosításból bezsebelt pénz eltüntetésére szolgáltak. Meg kell szüntetni azokat az alapítványokat, amelyeket létrehoztak, mert sem szüksége nincs rá a Magyar Nemzeti Banknak. A listán szereplő összegek az LMP-s Muck Erzsébetet is meglepték. Azt mondta, most már érti, miért akar titkolózni Matolcsy György. Felháborító az, amit Matolcsy György tesz, felháborító az, hogy a saját rokonainak juttat támogatásokat, és az is világosan látszik, hogy a kormányközeli oligarchákat igyekeznek feltőkésíteni. Az Együtt és a DK feljelentést tesznek, mert a két párt szerint a nyilvánosságra hozott dokumentumok a hűtlen kezelés bizonyítékai. Holt Péter legfőbb ügyésznek. Itt az ideje, hogy elgondolkodjon azon, hogy a megismert tényeken, azokból kiindulva ne bújtassa tovább és ne halogassa tovább azt az intézkedést, amelyben elkezdik a nyomozást. A költések listája a Nemzeti Bank volt alelnöke szerint is felháborító. Bodnár Zoltán azt mondja, a világon egy jegybankelnök sem enged meg magának annyit, mint Matolcsy György. Egy normális országban, ha kiderülnek ezek a disznóságok, ha kiderül az, hogy a jegybank elnöke az őt fényező könyvet a jegybank pénzén fordítatja és adatja ki, és erre elkölt az adófizetők pénzéből 50 millió forintot, akkor elköszön a hivatalától, fülét farkát behúzva visszavonul. A fideszes Németh Szilárd szerint azonban nincs gond az alapítványok gazdálkodásával. Állítása szerint a részleteket, mivel nincs okostelefonja, nem ismeri. Matolcsy György könyveit azonban, így a sakk és pókert is kifejezetten szereti. Az a kedvenc részem, amikor elmondja, hogy védik meg az országot a külső támadástól. A politikus szerint a jegybankelnök munkásságát bemutató írás a közjót szolgálja. Németh Szilárd azzal is egyetért, hogy közpénzből fordították le. Én például azt képviselem, azt szeretném, ha a Kárpát-medencében mindenki, aki itt él, az megtanulná a kárpát-medencei népeknek a nyelvét, akár a szlovákot, akár a románt, akár a szerbet, horvátot és a magyart. Megkerestük a költések egyik nagy nyertesének, a vs.hu-nak a főszerkesztőjét is, aki nem akart nyilatkozni. Tegnap azonban a Kreatívnak azt mondta, a finanszírozástól függetlenül kormánykritikus portál csinálnak. Időközben megszólalt a Pallas Athéné alapítvány, közleményükben az áll, hogy nem elherdálták, hanem gyarapították a közvagyont.